Batyusok, édességesek, étkesek, az I.S. Gyula városi könyvtár is kivonultak sátraikkal, asztalaikkal az eseményre, de még sakkozni is lehetett. Miközben városi piknik zajlott, ahol a megannyi társaság megannyi féle ételt készített. Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója is kollégáival együtt főzött. A főzőverseny, amelyet meghirdettünk a város civil szervezete és társaságai számára, én azt gondolom egy hatalmas siker. Közel 600-an indultak el különböző finom ételekkel. Hamarosan már a tányérokba is kerül az a sokféle húsból és a majálishoz illő egyéb más fogásokból álló ételsor. Természetesen egész nap kulturális események is, vidámpark, játszótér várja a családokat, a gyerekeket, a koncertekre vágyókat. Harmadik éve rendezzük meg a Szekszárdi Kutyamustrát, amely egyben egy jótékonysági esemény is, hiszen amellett, hogy mindenki a saját kedvencét elhozhatja, bemutathatja országnak, világnak, emellett a Szekszárdi Kutyamenhelyet is támogatjuk ezzel az eseménnyel a befolyt bevételből. Elmondta továbbá, hogy 30 kutyust tudtak díjazni a mustrán, sikeresnek könyvelte el azt. Ahogyan a helyszínválasztást is, és ámblak az egész rendezvényt, hiszen úgy látja, a szekszárdiaknak szüksége van az ilyen és ehhez hasonló közösségépítő megmozdulásokra. Nem sokat változtam, ugyanolyan makacs és önfejű vagyok, mint egyére, bár finom Juti faliért cserébe egy-két betanított dolgot szépen elvégzek. A majálisra kilátogatott Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere is, aki a kollektív szórakozást emelte ki. A Dunamenti Polgári Egyesület ugye nem csak Tolnán, hanem ugye a térségünkben is szervez rendezvényeket, eseményeket. Ugye fő célkitűzésünk családbarát, közösségépítő programokat szervezni, illetve azokon részt venni. Nem véletlenül mondom ezt, hiszen a mai szekszárdi majálison mint egy nagy baráti közösség veszünk részt, közös főzéssel, barátainkat, ismerőseinket, családtagjaikat megvendégelve, de itt nem mi vagyunk a főszervezők, hiszen mellettünk még jó néhány más civil szervezet is bekapcsolódott a szekszárdi majális programjába, ahol ugye nagyon színes program a kutyabemutatótól, kutyamustrától kezdve a koncertekig, tornáig, minden megtalálható, mi pedig civilek próbáljuk együtt jó hangulatban egy nagy családként, baráti közösségként tölteni ezt a május 1-jét. Hiszen május 1-je az mindig a kollektívánkról, a közösségükről szóló esemény volt, igazából retro módon ezt próbáljuk feleveleníteni ezen a napon. Hasonlóan gondolkodott Horváth István is. Mi is a barátaimmal nagy főzéssel készültünk, közel 400 főre főztünk, és nagyon szépen fogy az étel. Reggel hagyományosan virsivel és sörrel vártuk a vendégeket. A virsi és a sör az szintén a május 1-jének egy ilyen emblematikus étele, és itt most kora délutánban meg a különböző kujások, tokányok és nagyon ízletes, finom magyaros ételek. Gyurkovics János alpolgármester szintén a rendezvény közösségépítő erejét hangsúlyozta. Lényeg a dolognak, hogy még a Covid hatását is lehetett érezni itt az elmúlt időszakban, de most, hogy így normalizálódott a helyzet, így ismételten a baráti társaságok, közösségek együtt tudnak lenni, és ezt a május 1-i ünnepet itt kollektíven kellemesen el tudják tölteni. Itt a mai nap a pihenésről szól, arról szól, hogy mindenki jól érezze magát. Itt a gasztronómiai igényeket bőven ki lehet elégíteni, és nagyon sok kulturális program van, és olyan játékos programok, ahol a teljes család tud szórakozni, és megtalálja a neki szükséges helyeket, ahol kellemesen tudja tölteni a napot. Az eseményre meghívták a Pécsi Oldtimer Klubot is, amelynek elnöke elmondta, hogy a helyszínre 25-en érkeztek, továbbá a jövőbeli terveikről is beszélt. Általában egy veterán bállal kezdjük az idényt, aztán tavasszal és ősszel csinálunk egy nagy veterán bőrzét a Pécsi Expo Centerben. Nagy durranás volt ebben az évben is, alig fértünk be az Expo Center udvarába. Aztán nyáron például a Harkányi Fürdőfesztiválon csinálunk kiállításokat, vagy Zalaszentgróton a fürdőben, és különböző túrákat is szervezünk. Minden évben csinálunk egy ilyen nagyobb kirándulást, ilyen majdnem egy hetest. Tavaly évben az Alpokban voltunk, egy 2500 kilométeres túrán, ebben az évben pedig Erdélybe tervezzük a kirándulásunkat május végén. Aztán
a legnagyobb rendezvényünk talán, még annyit megemlítenék, az a szeptember végén a nemzetközi veteránjármű találkozó, ami 3 napos, és az minden esetben Pécset szokott és környékén szokott lezajlani. Több megkérdezettünk szerint is a legjobb helyszíre esett a választás, hiszen jól ki lehet használni a teret, ezáltal pedig az nem vált zsúfoltá. Nagyon szeretem a népzenétől kezdve minden. És milyen ez a helyszín? Őleg a kutya. És milyennek találják a helyszínt? Tökéletesnek, nagyon jó. Játszottam igazából ezen a Lingispíren, meg igazából vettem lufit. Búcsú hangulat van, egy kötelező vidéki majális hangulat van. Én a medvecukorért jöttem, a többi annyira nem nyűgöz le. Szerintem jól tetszik, mert jól ki lehet használni az egész helyszínt, ez egy új helyszín, még nem volt ugye majális. Szerintem én meg vagyok vele elégedve igazából. A majálist az Apostol Zenekar koncertje zárta.